Játékos kedvű hallgatóink ma a következő díjak közül válogathatnak. Van két darab belépőjegyünk a Komáromi Musical hétvégére, amely ugye ma és holnap zajlik. A környékbeliek még odaérhetnek az előadásokra, úgyhogy aki szeretne jól szórakozni ma és holnap este, az mindenképpen próbálkozon a mai játékban, hiszen mindössze három jó válaszért adunk két darab belépőjegyet a Komáromi Musical hétvégére. A műsorszervező egyébként a Teátrum Színházi Társulás és a helyszínül szolgáló Városi Művelődési Központ. És hát rengeteg sok előadó van, hazai és magyarországi vendégművészek lépnek fel, úgyhogy én azt hiszem, hogy érdemes ellátogatni erre a rendezvényre. Aztán van még ingyenes köszöntő, ez szerkesztőségünk ajándéka, szintén három jó válaszért adjuk. És van egy gyümölcs centrifuga, amely egy picikét drágább, többet kell érte tudni, mert hogy 6-szor kell jól válaszolni. Ez volna tehát a mai kínálat, remélem, hogy sikerült kedvet csinálnom a játékhoz. És biztos vagyok benne, hogy már van egy játékos kedvű hallgató a vonalban. Halló! Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kihez van szerencsém? Valéria, Sejei Arrasból. Kedves Valéria, a három díjból mit szeretne választani? Mit hát szeretne nyerni? A centrifúgát megpróbáljuk. Van segítsége? Igen. Ott a család is? Ön mellett? Jól van, akkor azt hiszem, hogy nem lesz olyan nehéz. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt. Ki írta ezt a költeményt? Csiki Gergely Vörös? Melyik? Tűzbementer. Nagyon jó, Valéria, mehetünk tovább, van egy jó válasza. Ki volt a tárnokmester? Bányafelügyelő, kubikusok vezetője, tábori lelkész vagy kincstartó? Tárnokmester. Ki volt valamikor a tárnokmester? Bányafelügyelő, kubikusok vezetője, tábori lelkész vagy kincstartó? Hát a bánya. Hát sajnos Valéria rosszat választott, mert hogy a kincstartó volt, ez egy középkori eredetű méltóság, királyi jövedelmek kezelésével megbízott tisztviselő volt a kincstárnok. Hát sajnálom, de Valériától búcsút kellett vennünk. Megvan tehát még mind a három díj, két darab belépőjegy a musical hétvégére, az ingyenes köszöntő és a gyümölcs centrifuga is. Vajon mit választ a következő játékos? Halló! Jó napot kívánok, itt László Limassambatból. Üdvözlöm, kedves László, melyik díjunkért fogunk játszani? Önt is érdekli a gyümölcs centrifuga, ugye a gyümölcslé nagyon egészséges, és jön ugye a náthaláz járvány időszaka, a hűvös őszi estéken jó is gyümölcs levet szörpölgetni. Nos, milyen nemzetiségű volt eredetileg Nagy Katalin cárnő? Német, poros. Így van. Megvan az első jó válasz, német herceg kisasszony volt, harmadik Péter orosz cár felesége lett, majd férje meggyilkolása után ő foglalta el a trónt. Mehetünk tovább. Ki az árvízi hajós? Vörös Veselényi Marti. Miklós. Hogy? Veselényi Miklós. Ez is nagyszerű, valóban egyébként erdélyi nagybirtokos, reformpolitikus. 1838-ban a pesti árvíz idején százak életét mentette meg. Önnek két jó válasza van, László. Festum omnium sanctorum. Vajon mit takar ez a latin kifejezés? Festum omnium sanctorum. Mondok négy lehetőséget. Mindörökké ámen. Minden szentek, emlékezzünk szeretteinkre, vagy mindenki ünnepeljen. Még egyszer... Festum omnium sanctorum. Mindörökké ámen. Minden szentek. Emlékezzünk szeretteinkre, mindenki ünnepeljen. A szentek a második. Minden szentek. Így van. Közeleg a minden szentek ünnepe, hát talán azért került be ez a kérdés a mai játékba, de ön nagyon jól megoldotta ezt a feladatot is. Egyébként a katolikus és az ortodox egyház egy hét különbséggel tartja ezt a régi, ősrégi keresztény ünnepet. Van három jó válasza, mondom a következő kérdést. Mit jelent a poligám?
Kétnejű, többnejű, csapodár, szélhámos. Többnejű. Ez nem volt nagyon nehéz, meg van a negyedik jó válasza is. És vajon mi volt valamikor a fibula? Török pipa, középkori kézi fegyver, ruhakapcsoló tű, vagy római kori fúvós hangszer volt-e a fibula? Ez a ruhakapocs. Nagyszerű. Ezt tudta? Ez a régészeti emlékekben gyakran előfordul. Na hát, gratulálok. Ez egy nagyon-nagyon szép megfejtés volt, és ez volt már az ötödik jó válasza, kedves László. És már is mondom a hatodik kérdést. Ki az a filmszínész, aki első sikerét a Test ördöge című film kamasz főhőseként aratta? Gerard Philipp, Brad Pitt, Marcello Mastroianni vagy Richard Gere? Szerintem Gerard Philipp. Ez is jó. Hát László, csak gratulálni tudok egyébként. Megvárom a fanfárt, amely természetesen önnek szól. Ezért a nagyszerű játékért, de én még annyit elmondok Gerard Philippről, hogy nagyon korán hunyt el, zseniális francia színész volt, 1922 és 59 között élt. Hát gratulálok, László, viszont hallásra köszönöm a játékot. Viszont önnek is. El kell tehát a gyümölcs centrifuga, nagyon szépen játszott László, de van még ingyenes köszöntő, illetve két darab belépőjegy a Komáromi Musical hétvégére, amely mindössze három jó válaszsal vihető el, és nagyszerű előadókat láthatnak, hallhatnak ott Komáromban. Vajon mit választ a harmadik játékos? Halló? Úgy látszik, ő is a gyümölcs centrifugát akarta, mert hogy közben eltűnt a vonalból. Tehát megvan még a két darab belépő egy a Komáromi Musical hétvégére, amely ma este, illetve holnap zajlik. A Teátrum Színházi Társulás és a Városi Művelődési Központ szervezésében. A helyszín is a Városi Művelődési Központ, és nagyszerű magyarország, illetve hazai művészek énekelnek musical részleteket. Halló, halló, van-e valaki a vonalban? Nincs. Van még egy ingyenes köszöntő is, aki szeretné felköszönteni hozzátartozóját, ismerősét, barátját, az most megpróbálkozhat a játékban, és mindössze három jó válaszért nyerhet egy ingyenes köszöntőt. Telefonszámaink 02-572-73-666 és 02-54-414-511. Kedves hallgatók, közben a játékra kiszabott idő lejárt. Köszönöm, hogy ismét megtiszteltek a figyelmükkel, hétfőn pedig újra várjuk Önöket a Pátria Rádió telefonos játékával. Addig is pihenjenek sokat, gyűjtsenek erőt a következő munkahétre. Bodri Eleonóra kíván további szép napot és kellemes hétvéget.